Csá népek! Polákmentes szereveket kívánok! Hoztam egy csapdát a Super Hellcat-tel. A pálya Murovanka, 8-as tír, 2 köcsög van a csatába. És mindjárt ezt gyorsan le is spoilerezem, ez egy tankászos, felderítős kis cumákság lesz. Én eljöttem a szokásos varázserdős nézegetősbe. Először lett az LTTB, vagy mi a faszom, az a 8-as ruszki szar. Hát én simán lepattantam róla. Tök jó. És nem is tudom minden már előni a srácot. Sehogy se. Úgyhogy nyomunk a speed boostot, mert tök szar lesz ez így. Igen, ezt elkúrtam. Viszont lassan felsérülnek a varázserdőbe a heavy tankok. IS-3, hát egyelőre az innen nem fog menni. De majd rápróbálok. Jön az IS, ő egy kicsivel puhább falat. IS-3 toronyoldáról valahogyan lepattantam. Gyorsan visszatoltam. Most az erőink szépen megdöglenek. Viszont most kapott egy jó képit az IS. Nem, sajnos nem tudok innen semmit sem ellőni. Ez probléma. Annak pedig néztem volna a T-26-nak az alját. Hát csak elfelejtettem, hogy van itt egy domb. És lassan innen nyúlcipőzni fogok elfele. Ja, tök jó volt. Én földet lőttem. Oké, 2-0. Varázserdőt buktuk. És innen húzok én elfelé. VK-168-unk sem nagyon találta meg a saját tökét. Top tierből 4-1. Király. Nagyon jó. Csak ilyen heavy tankosokat, mint ami ez. De még arra sem volt hajlandó, hogy egyáltalán valamerre elmenjen a kis csávó. Másik oldalra, vagy valami hasonló. Én tűzök visszafele, jó nagyot kerülök, de ez annyira nem probléma a Super Hellcat-tel, mert tudunk vele dzsalni. És itt is az lesz, mint általában az elhúzódott csatákban, hogy el fog fogyni az AP lőszerem. Igen, gáz. Nagy gáz. Na viszont, amit az előbb elrontottam, az LTTB-n, most nem fogom elrontani, ott van a kis szalevő, le is van trekkelve. Ugye pofán lőttem, egy 249-el, még nem spotolt ki a fiú, de majd kifog. De én akkor is elviszem magammal a szarevőjét. Hello! Kilettem spotolva. 3-5. A másik oldalt azt tolják befele. 4-en meg tudta kölni egy darab tankot. Király. Itt az A1-2-be. Ja. Na ide lőnek a kis cigányok. Még nem esett le rólam teljesen a spot, de lefog. IS-3 sem nagyon érzi magába a cheat, rendben is van, de majd én akkor spotolok. Ott már dőlt egy fa, csak azt még nem vettem észre a játékon belül. Itt lesznek benne bőségesen. IS-3 nem játszik. Másik IS-3. Lepattantam az aljáról, igen. Gáz, és kispotolódtak ott a srácok. IS. 176. Ugye nem, 214-es némi asszisztot kapok is utána. Ezt elrontottam. És már goldal megyek, mivel nem nincs több sima AP lőszerem. Scorpio G nem játszik. Van helyette viszont egy IS-3, azaz majd lesz, de előtte még a T-34x1-jel lejátszom ezt a kis lopós cuccot. Így is van. Gyorsan eloptam. Szerencsére az IS-3 meg a VK-168-ra tudnak innen védekezni. Én meg segbeszedem az IS-3-at. Azt hittem, hogy kijön a srác, elengedtem egy lövést, csak közben fönnakadta a fán, mert nyilvánvaló az oszlop az felfogja a lövést. Tigris egy, fordulok rá. Kösz. Elhiszem, hogy nem voltam teljesen beszűkülve, de azért bazd meg. Nagyszerű. Így már jó lesz. Én vagyok a spotter, úgy nézem. Nagyszerű. Scorpio gérből is kaptam némi asszisztot. Viszont most várok szépen a szűkülésre, meg is lett a jutalma. 4 killnél járok, 1644 damage. 5 kill, naumfasza. Ja, amúgy csak úgy szólok, hogy lemaradok megint a Redley Waters medálról. Igen. Na, speed boost. Igen, ott az IS-3. Na most innen semmi színalat nem látok rá. És a szuper fölkölt pozíciója véget izgultam egy kicsikét. Így már tudtam, hogy nincs itt. És lassan elmegyek szépen az IS-3 segébe, és elkezdem molesztálni, amint kikerülöm a házakat. Itt meg is lesz az IS-3 popiból. Nagyon jó. 2.34.
Szerencsére gyorsabban töltök, mint ő fordul. Nagyon karaj. 261-jel mindjárt segbe teremtettem. Jó van, a T-71-ünk lelopta. 5 kill-vel dagadtam föl. Nagyon karaj. 2258 damage. Még a klikkert szerettem volna megpömpölőzni. Sajnos nem jön ki elém, pedig nagyon kerestem rajta fogást. Meg egy lövés lenne a haláltól a srác. Hát jó, rendben, akkor nem. Megvan a Super Helios Katos. Nagyon jó. 228 damage-os. Igen, most mindenképpen előttem volna a klikkert. Nem kell előnöm a klikkert. Szar. Majd akkor maradunk ennél. Megvan a Top Gun is. Még egy kis speed boost, és elmegyek a Patriotának a segéért. Egyet menet közben szépen beletettem a valagába, pedig ez ritka esemény, mert nem nagyon szokott bemenni az ilyen futkározós lövés a Super Hellkettő, mert nem azt mondom, hogy szar az ágyú kezelhetősége, de az ilyen dolgokra nem feltétlenül alkalmas. Na, ez egy kis villámcsata volt igazából, hamar lezavartuk. Azt mondja, hogy 7 kill, 2781 damage, 1250 assist, tankász felderítő, meg azt hiszem egy sima Top Gun, ha jól emlékszem. Jó kis cucc volt ez szerintem. Csá népek!